Köszöntöm a kedves nézőket! Az előttünk álló hétvégén, egészen pontosan pénteken és szombaton rendezik a Velencei Karnevált. Ezügyben két vendégünk van, Gerhárd Ákos, Velence polgármestere. Üdvözlöm a nézőket! Illetve Bálint György, aki az egész eseménynek a rendezvény szervezője. Köszöntöm a vendégeinket! Az első kérdésem rögtön a felvezetéshez kapcsolódik, hogy miért péntek és szombat? Hát első körben az előző években csak szombati nap volt, de úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek kedveskedünk egy olyan nappal, ami a pénteki iskola után egy ilyen délutáni programmal kibővíteni ezt a karnevált, hogy ők is megfelelően felkészülhessenek a szombati napra, tehát ott lehet készíteni maszkokat. Én most itt éppen egy maszkban ülök, nem Zorro jött el önökhöz, de hát ez egy nagy ünnepély lesz, egy buli, egy karnevál, egy forgatag, és gondoltuk, hogy ne egy napos legyen, hanem kettő. És igazából ennek van turista csalogató része, vagy a vendégek többségét inkább szombatra várják, ha jól értem? Igen, a vendégek többségét szombatra várjuk, mert akkor mindenki ráér szerintem. A szombati nap egy olyan, hogy reggel 10 órától indulna ez az egész karneváli hangulat, és a fő része az délután 2 óra 15 perckor kezdődik, ami a felvonulás lenne a Zöldliget iskolától, és oda nagy szeretettel hívok mindenkit, innen a környékből is, Fehérvárról, hiszen egy jó ebéd után egy kis levezetés mindenképpen jól jöhet. És egy picit, ha visszalépünk, ugye szó esett a fiatalokról, a hagyományőrzés és a fiatalok, ez valahogy nem mindig annyira jön össze mostában, tehát ezért ezzel küzdenek a hagyományőrzők, hogy a fiatalokat is bevonják. Mit lehet tenni azért, hogy a fiatalok egyre inkább érdeklődjenek a hagyományok megőrzése iránt? Hát mindenféleképp úgy kell integrálni a hagyomány őrzéshez kapcsolódó, népi hagyományokhoz kötődő ünnepeknek a megjelenítését, mikor is a fiatalokat meg akarjuk szólítani, hogy az ő korosztályuknak, az ő stílusuknak megfelelően integráljuk, vagy beleplántáljuk abba a programba az ő hangulatukat, illetve az ő érdeklődési körüket. Tehát ez esetben is mindenféle gondoltunk a hagyományos télőzés, kiszebábégetésen túl az állarcok készítés, az állarcok mögé bújása kapcsolatos felvonulás és alakoskodás hagyományát megőrizve, hogy megjelenésében például az utóbbi években nagyon népszerű és nagyon, pláne a fiatalok körében, különböző fesztiválok, illetve a nagyobb szabású rendezvények alkalmával a fényfestés. Tehát a fényfestés, ami mind az egyúttal öltözteti is a rendezvényt, illetve ez a fiatalokon keresztül a fiatalokat meg tudja a látvány, illetve ez a stílus szólítani egyszer. Olyan zenei programmal zárjuk az egész napot, ami kifejezetten ezen produkció erre az eseményre áll össze, egy ütős, kongás, kicsit ilyen balkáni hangzás fúvósokkal kiegészítve tűzsonglőrök, és a tűzsonglőrök az est délután folyamán többször visszaköszönnek, amik megint csak előszeretettel látott és használt programelem különböző fiataloknak szánt fesztiválok keretében. Egy szóba kapaszkodnék bele, elhangzott az alakoskodás, és ezt láttam is a programban. Őszintén szóval ezt nem tudom, hogy mit jelent. A szó egyik jelentését ismerem, amit mindenki ismer. Farsangi környezetben mit jelent ez egész pontosan? Hát mi a farsangi környezetben használatos alakoskodásra gondoltunk. Ez annyit jelent, hogy az ókorra visszatekintő hagyományokat jelent, amikor is az emberek önmagukból kikelve valami mögé akarnak bújni, épp azért, mert már a saját környezetük már nem elég tág, szeretnének más
környezetébe vagy más személyébe belehelyezkedni. Például, amikor az állatok, ugye ilyenkor téli álmot alszanak, például a medvék, és ennek a farson, a karneválnak többek a tél űzés az egyik üzenete, olyankor ugye nagyon sok állat bőrbe vagy állat állarcba, állarc mögé bújnak az emberek, tehát alakoskodnak, más alakba bújnak bele, ezzel is egy kicsit nagyobb, jobb hangulatot keltve a társaság számára, illetve ezen állatokkal űzzék el megint csak a különböző hangkeltő, zajkeltő eszközökön túl, mint a kereplő például, a duda, a dob, ezzel még tudják ezeket az állati formákat, alakoskodási megjelenéseket tovább fokozni. Tehát ennek valójában ilyen szimbóluma van. Én ezt leegyszerűsíteném a fiataloknak, ez egy avatar. Tehát tessék. A hagyomány és a modern világ így csatlakozik egymáshoz, hogy egy más formában egy avatárt öltünk magunkra, és itt megjelenik a karneválon. Még egy kérdés, ami a fiatalokhoz kapcsolódik, ugye télűzés, tavaszköszöntés, ezt mindenki tudja, azt hiszem, a farsangról. Van-e valami más, amit tudni kell a fiataloknak, hogy miért ünnepeljük a farsangot tulajdonképpen mi ez? Ugye a nagybőjt kezdetét, illetve nagybőjt előtti időszak lezárását is jelenti, és egy nagyon fontos momentuma például a farsangnak, karneválnak a kiszebáb égetés. A kiszebáb égetés alkalmával ugye a szalmából megépített kiszebábra rá kell aggatni az elmúlt évnek a rossz eseményeit, rossz történéseit, majd ez a mágián elég, tehát, hogy tova tűnjön minden rossz az előző évből. Nem tudom miért, de ez nő alakot ölt általában, ez a hagyomány. Valószínűleg egy ilyen boszorka jellegű. Télboszorka is a más neve, igen, másik neve, igen. A programfüzetben azt lehet olvasni, hogy a korábbi programok lesznek, csak látványosabban. Ez konkrétan mit jelent? Hát itt gondolom a fényfestésre és egyebekre. Igen, tehát mindenféleképp az volt a cél, hogy azok az alapok, amik most már itt évek óta visszaköszönnek jellegét, üzenetét tekintve, azok maradjanak meg, némiképp alakuljanak át, és mindenféleképp akkor fejlődik egy rendezvény évről évre, ha mindig van olyan plusz elemek, olyan plusz motivumok helyet kapnak, amivel látványosabb, színvonalasabb lesz. Például, ugye, amit mondott polgármester úr, a fényfestés. A záró koncert, ami erre az alkalomra egy olyan kompozíció lesz, ahol a zene, a fény, tűz komplexitása, ami nem valamilyen más helyen is látható produkció, ez kizárólag egy hónapja erre az alkalomra készül. Most nyilván a Velencei tó környékéről, meg persze Velencéről várnak vendégeket. Még honnan? Azt lehet tudni, hogy honnan szoktak érkezni vendégek? Hát rengetegen érkeznek Budapestről. Nagyon sok nyaralónk van, akik ugye télen nem jönnek a nyaralókba, viszont erre az alkalomra is ellátogatnak hozzánk. Illetve akik már évek óta esetleg véletlenül belecsöppentek ebbe a karneváli hangulatban, megtetszett nekik, ezek az emberek is visszajáró vendégeink. Véletlenül bele lehet csöppenni, de gondolom hirdetik is valamilyen módon. Én egy problémába ütköztem, mikor kerestem az interneten információt, ugye Velencei karnevál, hát ebből kettő van, és van egy másik, ugye Olaszországban, ami elég eluralja a keresőket. Hát ez egy probléma, mert hogyha a Velence nevét is beírjuk a Google-be, a keresőbe, akkor is rögtön mondjuk az olaszországi Velence jön ki. De hát szerintem ezt átidaljuk azzal, hogy itt azért a környékben különböző fórumokon, mind interneten, mind pedig újságban ezt hirdetjük. Illetve a Facebook felületen Velencei Télűző Karnevál név alatt fut. Uh-huh. Ez azért... Némiképp segít a célirányos keresésben. Ez nagyon segít. Most én a sajtóanyagban találkoztam egy bekezdéssel, ezt felolvasom, mert nekem nagyon tetszik. A velenceiek megélt tapasztalata, a turizmusnak az a paradoxonja, hogy a vendégek számára népszerű célpont, amely éppen a természeti adottságai miatt vált azzá, szükségszerűen átalakul, a kiszolgáló személyzet pozíciójába rendeli a helyi lakosokat és zavarja őket. Hogy lehet ezt megelőzni, mert ez egy teljesen triviális probléma valóban, hogy akár a Velencei tó környékén élők, akár a Balaton környékén élők átmennek vendég, látó, ipari szakemberekbe, leginkább nyáron. Mit lehet tenni ez ellen?
Hát a kérdés nagyon jó, hogy mit lehet tenni. Mi úgy gondoltuk, hogy olyan fesztiválokat, olyan programokat hozunk ide, amelyekbe bele tudnak csatlakozni a helyiek is, és nem úgy érzik magukat, mint egy a turizmus kiszolgáló személyzete, hanem aktív részesei a városi eseményeknek. Nyilván mindenki eldönti, hogy miből akar megélni, és hogyha ez a turizmus, és például a Velencei tó egy turisztikai célpont, és hogyha úgy gondolja, akkor tegye meg, és legyen kiszolgáló személyzet, de ezt szeretnénk feloldani ezekkel a programokkal, amikor itt a lakosság is jól érezheti magát. Egyébként nem akarok a város zsebében turkálni, de megéri megrendezni a karnevált? Hát ha arról van szó, hogy ez nyereséges-e vagy veszteséges, hát ezt erre a város költ azért, hogy egy színvonalas műsorral, egy színvonalas karnevállal a turizmust fellendítse, illetve például ez a karnevál egy olyan időpontban van Velencén, amikor ugye nem lehet például a tóban úszni, vagy sokkal kevesebb a turista, és ezzel is elősegítjük a helyi vendéglátóipari létesítmények, illetve apartmanok, egyéb szálláshelyeknek a folyamatos vendég ellátását, mondjuk így, csúnya szóval. Említette, hogy egyéb programokban is gondolkodnak. Milyen programokra lehet még számítani? Gondolom leginkább a nyáron kívül, tehát ősztől tavaszig. Hát tervezzük, hogy az Orbán napot, a Szent Orbán napot, azt az elmúlt években ez elmaradt ennek a megünneplése, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan hagyomány volt itt, ami hát nem is tudom, 30 éve már hagyomány volt Velencén, és az utóbbi 1-2 évben ez elmaradt. Ez a borhoz kötődik, egy borünnep, és szeretnénk egy olyan műsort adni a Szent Orbán, van egy terünk ott, egy szobrunk, ahol ezt meg szoktuk ünnepelni, úgyhogy bevonjuk a borászokat, és egy ilyen borkostolós, borfesztiválos ünnepre gondoltunk, de ezt a Szent Benediktus borrenden, mert van egy ilyen borrendünk is a városban, még most jelenleg kidolgozás alatt áll ennek az ünnepe, illetve van a város születésnapja augusztus 19-én, ez is egy nagyszabású rendezvény, egy buli, egy jó hely, ahova el lehet majd jönni. Hát most egyelőre még titkosak a tervek, mert egy új újítást szeretnénk bevezetni. Majd ezt később majd elmeséljük, hogy mi lenne ez. Hát így egyelőre augusztusig ezek a terveink vannak, illetve hát különböző rendezvények, amik nem ilyen nagyságúak, kisebbek lesznek. Milyen léptékű egy ilyen rendezvény? Ugye Velence nagyjából 5500 lakosú város. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogy mekkora, hányan vannak ott alapvetően, hány, mondjuk, hogy vásározó, tudom, hogy nem ez a legmodernebb kifejezés, és hány vendég érkezik mondjuk a karnevára? Gondolom, nekem szólt a kérdés. Kézművesek, nagyon fontos, hogy kizárólag Velencei tó környékén, illetve Fejér megyei kézműveseket fogadunk. Maximum 50 kilométeres Velencétől számítva 50 kilométeres körzeten belülről. Ugye ez megfelel egyúgy a helyi termék fogalmának is. Nagy öröm, hogy hívó szavunkra közel 20 kézműves fog érkezni. Itt a szappantól elkezdve a kézműves sajtokon keresztül méz, ékszerek. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki gasztronómiai vonalon szeretne kicsit begyűjteni minőségi terméket, az is meg tudja tenni, aki egy kis vásárfiát szeretne hazavinni, az is megteheti. Látogatók tekintetében pedig én úgy gondolom, hogy ez egészen déltől vagy 10 órától a nap zárásáig, vagy 8:30-9 óráig összességében biztos, hogy meg fog fordulni egy 1000-1500 ember, 2000 akár rotációban természetesen. De valójában a végleges létszámot nagy mértékben az időjárástól is függ. Én úgy gondolom, hogy utána lehet pontosabb adatokkal szolgálni. Lesznek fedett helyszínek is?
A kézműves foglalkozások azok egyértelműen, hogy fedett helyszínen lesznek, a pénteki program az teljes egészében fedett helyszínen, a Korzónak a központi kerengőjében lesz megrendezve, de a monumentális, a látványos dolgok, a színpadi produkciók, azok szabadtéri, fedett színpad alatt kerülnek lebonyolításra. A kiszebábégetés pedig a parton lesz, a homokos részen. Köszönöm vendégeinknek, Gerhát Ákosnak és Bálint Györgynek, hogy itt voltak és meséltek a részletekről. Viszontlátásra!